Tartó ajánló Zsófi némitől. Az iskolatáska ajánló után nagyon sokan kértétek, hogy ajánljak tolltartót is. Én online iskola előkészítő Zsófi néni vagyok, és ezzel a videósorozattal abban segítek nektek, hogy megtaláljátok a legmegfelelőbb tanszereket. Első körben zárjuk ki a bedobálhatós tolltartókat. Ezek első osztályban egyáltalán nem praktikusak. Nagyon fontos az átláthatóság és a könnyen kezelhetőség. Ezen kívül az is kérdés, hogy egy évre vagy több évre szeretnétek tolltartót vásárolni. Ha évente szeretnétek tolltartót cserélni, akkor nyugodtan lehet kedvenc mesemintás a tolltartó. Ha viszont hosszabb távra, akár 4 évre terveztek, akkor érdemes nagyon átgondolni, hogy milyen tolltartót vásároltok. A másik fajta tolltartó, amit kizárnék, az a töltött tolltartó. Nagyon kevés olyan márka van, aki szuper tolltartót és emellett szuper ceruzát is gyárt. Nagyon sok elsős, kinyitható tolltartót hoz, ez azt jelenti, hogy kinyitják, és még onnan is ki tudják hajtani, így az összes színes ceruzát látják. Ennek az a hátránya, hogy nem fér el az asztalon. Az egyszer kinyithatósba pedig nem fér el annyi színes ceruza, hogy az elég legyen. Az elmúlt évek során egyetlen egy darab márkát találtam, aki olyan tolltartót gyárt, ami egy cipzáros, és belül több szintes, tehát lapozható. Ezt a tolltartót egyébként a fiam 4 évig használta. Van benne radírtartó, a grafitokat és a postaironokat itt tárolta, és 2 egész lap van a színeseknek. Ezen kívül van benne egy nagyon praktikus rész, ami cipzárral záródik, ide tudja tenni a hegyezőt, vagy az elhasznált ceruzákat akár. De még a szorgalmikért járó matricákat is így gyűjtötte. Ja, és majdnem elfelejtettem, nem reklám, de az Ars Unánál találtok ilyen szuper tolltartókat. Alsó tagozatosoknak csak ezt ajánlom. Ha érdekelnek további tanszeres javaslatok, akkor kövess be, ha pedig van olyan tolltartó, ami neked nagyon bevált, írd meg kommentben.